Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Patmos Café, és most egy igazi író-olvasó találkozóra fog sor kerülni. Itt van velem vendégem, Pajor István, szervusz! Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat! És ugye olvasókat is, hiszen ez a könyv, amit saját magadról írtál, nem véletlenül Pajor Pista a címe, hiszen ez magába foglalja az egész életedet. Írhattad volna azt is, hogy életem, de ugye ez egy kicsit talán elcsépeltebb. Gondolom, hogy a címválasztás ezért esett erre. Hát talán a címválasztás abból is adódik, hogy az egyik előszót a Kovács Kokó István írta, és 3 évvel ezelőtt egy Fair Play-díj átadáson így konferált föl, hogy a sportpolihisztora. És hát ez egy nagyon magasztos, meg nagyon méltató bevezető, és arra gondoltam, hogy jelentős érdeklődésre tarthat számon akkor, hogyha egy ilyen jó bevezető, megfelelő név található a borítón. Ez egy ugye nagyon hosszú évtizedeket foglal magába, amik önmagában is történelem, nem csak a te történelmet, hanem nagyon sokféle történelem van benne. Melyiket szereted jobban, ha elmondjuk, hogy mikor születtél, vagy hogy most hány éves vagy? Azt szoktam mondani, hogy nem vagyok öreg, csak nagyon régen születtem. Elmondhatom, mennyire régen? Hát persze. Tehát 1938-ban, ami azt jelenti, hogy... 86-ban. Igen. Nem is kiszámolni akartam, csak belegondoltam azokba a történelmi korszakokba, amiket sikerült így végigélni, és ahogy mondtad, hogy sportpolihisztoraként, most is talán elmondhatjuk, hogy ez nem maradt abba a sportolás, sőt, még ide is motoron érkeztél, egészen a város másik oldaláról, pedig ebben a korszakban, amiben felnőttél, éltél, nem arra figyeltek legjobban, hogy a te egészségi kondíciódat megőrizzék, hanem nagyon sok dolog ellene dolgozott. Tényleg el lehet mondani, hogy nem burokban nőttél föl, és mégis erőd teljében, vagy még mindig. Tehát ezek szerint egészen más dolgokon múlhat az, hogy az ember hogyan éri az életét. Azt gondolom, hogy a különböző kitettségeket, egy ellenálló képességet indukál az emberbe, és hát csak hogy egy picit is az elmúlt 3 napról beszéljek, 3 nappal ezelőtt Budakesziről fölbicikliztem a Normafáig, tegnap futottam 3000-et időre, ma teniszeztem 1 órát, és úsztam 1000 métert, csak azért, hogy valamelyest jó formába kerüljek ide a mikrofonhoz. Ez nem annyira büszkélkedésnek gondolom, hanem inkább az életpályának egy jellemző vonulata, tehát, hogy nem a könyv kedvéért sportolok, hanem meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy az ember eleget tegyen annak az elhívásnak, mert úgy érzem, hogy az életem egyfajta elhívás keresztényeknek és világiaknak, hogy az évtizedek elmúlásával, vagy múlásával nem szabad leállni. De a kezdetén, ugye mondom, nem arról szólt az életed, hogy annyira bebugyoláltak volna, hogy megőrizzék a fizikai kondíciódat, hanem valóban mindenkor gyakorlatilag az egész életedbe fizikai ellenállásnak kellett kitenni magadat. Ez csak a mai kor felfogásával szerettem volna ütköztetni, hogy annyira próbálják óvni magukat manapság az emberek mindenféle nehézségtől, míg neked behívás nélkül is nagyon sok nehézség volt az életedben, ha úgy vesszük már a kezdetektől. Tehát ezért ez egy ilyen éles ellentétben áll azzal, amilyen kondícióban most vagy, most még a sportolásnak a lehetősége is, hogy egyáltalán fennáll az esetedben. Tehát érted, mire gondolok, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a megfelelő táplálkozásra, meg arra, hogy semmilyen sérelem ne érje, stb. Stb. Hát ez rólad nem mondható. Egész pontosan a 38-43 közötti időszak Magyarországon még békeidőnek számított valamiért áttételesen, de nyilvánvalóan onnantól kezdve meglehetősen keserves és nehéz időszakon mentem keresztül, ahogy szokás mondani, a holokauszt időszak, és
Hát apa nélkül, és gettóba, és tehát szó szerint az életedre törtek. Egy-két napot börtönbe, mert kiderült, hogy zsidó emberként, vagy zsidó gyerek vagyok, és amikor ez kiderült Apátfalván, ahova menekültünk, a budapesti gettó elől, hát az odaérkezésünk után nem sokkal a házinéni kisfiával együtt pisiltünk, és ott rögtön kiderült, hogy én máshogy nézek ki, mint ő, és nem volt szükséges fél óra szinte, hogy már kakastollas csendőr ott volt, hogy fogadott minket, hogy ő innen minket elkísér innentől kezdve. Aztán kerültünk a csillagbörtönbe, Szegedre, és akkor onnan nem sokkal később nagyszüleimhez, mert anyámat elvitték Aszódra, aztán nem sokkal később gettóba kerültünk, és hát az a 6 hónap, amit a gettóba kellett eltölteni, az nem egy mulatság. Tehát nem csak az életedre törtek szó szerint, nem csak a fizikai léted volt, hanem itt azért lelki megtörésekről is van szó. Hogy lehet akkor erőt meríteni a te történetedből, hogy ne a traumáinkra koncentráljunk mi sem, hiszen te nem úgy nézel ki, mint aki itt leragadt, hanem már a bevezetőnél is megvan az identitás tudatod, hogy megszülettem, mert kellett, hogy sok ember tudjak bosszantani, mert hogy sok embernek tudjak örömet szerezni, hogy sok ember tudjak tanítani, és mert kellettem az alábbi történetekhez, amikről most szó lesz. Tehát ez egy olyan elhívás tudat, amit mindenképpen meg akartak nyilván törni benned ezek az évek, de nem sikerült. Köszönöm a kérdést, valóban izgalmas, pontosan azért, mert amikor születtem meg, amikor az első kezdet, az gyerekkori éveim voltak, hát meglehetősen retardált állapotban, csont és bőr, kis vékony gyerek voltam, nagyon kevés izomzattal. Ennek megfelelően a különböző megméretéseken rögtön nagyon szerény teljesítményeket tudtam nyújtani. Most, hogy honnan dotálódott az akaraterő meg a kitartás, ez nyilván egy nagyon izgalmas és érdekes analizálásra volna szükség, de ha egyszerű paraszti ésszel gondolkodunk, akkor arra gondolok, hogy ha az ember mindig valahol lent van a talaj mélyén, vagy a béka feneke alatt, ahogy szokás mondani, onnan szeretne kitörni. És feltehetően a mindenható már ott megáldott azzal a képességgel, hogy igenis, neki tervei vannak velem, és már abban a gyerekkorban munkálkodott bennem az, hogy változtassak azon az állás, azon a pozíción, abban a helyzetben, amiben akkor voltam. És hát így aztán a 10-es éveimben kifejezetten támaszkodhattam arra, hogy kitartás és akaraterő. De a mindenhatóval való kapcsolatod azért hosszú történetet revezethető vissza, tehát azért azt nem tudtad rögtön, hogy ezt a mindenható akarja tőled. Abszolút nem, abszolút nem. Sőt, évtizedekkel később egyszer a Pajor Tamás nevű gyermekem megkérdezte, hogy mégis minek tartott-e magad. És akkor egy kicsit úgy gondolkoztam, azt mondja, mert véleményem szerint te egy zsidó érzelmű, zsidó származású ateista vagy. Ezt mondta, mit tudom, 30-40 évvel vagy 50 évvel később, mint amikor ez a tudat valahol munkálkodott volna bennem. Azt azért el kell mondanom, mint a könyvben is találhatók ezek a sorok, hogy pontosan azért, mert sok olyan történésen mentem keresztül, ami azt bizonyította, hogy valakinek a védőszárnya alatt vagyok. Akkor nem tudtam igazán jól megfogalmazni, de abba biztos voltam, hogy engem a mindenható Isten engem szeret. Mert ha ez nem lett volna... Akkor nem igazi ateista voltál. Akkor most nem. Hát csak úgy eszembe jut, sokan elmondták. De amikor a könyvet bemutatták a gyülekezetben, és a Németh Sándor odahívott magához,
és az ő szájából hangzott el, hogy hát Isten, te csoda, hogy te még élsz. És valóban sok barátom mondta ezt, és hát ez valóban csoda, amit a mindenható kegyelméből élvezhetek. De akkor nem voltál igazi ateista ezek szerint? Vagy ez hogy? Jó kérdés, nagyon jó kérdés, köszönöm. Tehát tulajdonképpen nem, hát 13 éves koromban bármicvó ünnepségen voltam, férfi hatási ünnepségen, tanultam héberül, tudtam olvasni, de természetesen, vagy nem természetesen, de igazából a nyelvet nem értettem, csak a héber szöveget képes voltam a felkészítés során elolvasni. Tehát valahol a szívem mélyén mindenképpen megtalálhatók voltak ezek az érzések. Tehát nem ateista voltam, hanem hittem Istenbe. Akkor is, amikor még nem voltam a gyülekezet tagja. Hogyha a könyvre nézünk, akkor úgy érzed, hogy az életed története összeállt benned is érzelmileg, lelkileg, gondolatban. Ezekkel a történetekkel te már számoltál, elhelyezted az életedbe, és számot vetettél ezekkel? Nagyon izgalmas, és köszönöm megint a kérdést, mert erre olyan jól lehet válaszolni. Tehát ugye könnyen kimondhatná az ember, hogy hát igen, teljes életet éltem, de nem akarom múlt időbe használni. Világos. Ezt. Azért nem akarom múlt időbe, mert nem foglalkozom az elmúlással, az elköltözéssel, hanem amikor dedikálok egy könyvet, a legszorosabb barátaimnak soha nem mulasztom el, hogy amikor aláírom, hogy Pajor Pista, akkor utána még odaírom utóiratként, hogy mindig legyenek céljaid. És nekem, ahogy az előbb elmondtam, az elmúlt 3 napomat, mindig vannak céljaim. Holnapra, holnap utánra, az elkövetkezendő síszezonra. Tehát igen, igen, nekem fontos az, hogy előre lássak, és próbálok barátkozni a teljesítmény leépüléssel, ami az idő múlásával következik. Nehéz megoldani, meg földolgozni, de folyamatosan jelen időben gondolkodom, és nem visszatekintve, de az írás, amit eredetileg kérdeztél, hogy arra válaszoljak, ez azért volt nagyon nagy dolog a Patmosz kiadótól és Sándor bólintásától, hogy ez a könyv megjelenhet a Patmosz kiadásában, mert azért ebben össze tudtam foglalni az elmúlt, nyugodtan mondhatom, 85 évet, mert 2023-ig 85 éves voltam, és december 4-én jelent meg a könyv, tehát pár hónappal a 85. születésnapom után, és azt a 85 évet, amit megéltem, azt Tamás Rita szerzőtársam segítségével szerintem kerek egészé sikerült összelejegyezni, összefoglalni, és annak örülök, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés, nem is gondoltam volna. Ismeretlen emberek oda jönnek hozzám, hát ez olyan volt, mint egy izgalmas regény, csak éppen meg is valósult. És sokan vannak, akik oda jönnek hozzám, hogy 3 nap alatt elolvastam a könyvet, mert nem tudtam letenni. Tehát a válaszom a kérdésedre az, hogy igen, ez a könyv, ez valóban egy önéletrajzi könyv, ami azt szolgálja, hogy egyfelől összefoglaljam, ami velem történt a születésem óta, és ugyanakkor a sorok között megtalálható legyen a történésekből a tanulság és a bizonyság. De azért, hogy ennyire őszintén tudjál erről írni, ahhoz nyilván számot kellett vetni, békében kell lenni ezekkel a történetekkel, nem az elhallgatás felé halad, akkor talán ez is hozzátartozik szerinted ahhoz, hogy ezt egészségesen tudod megélni, ezt a 86. évet? Hát csak visszaidézni tudom azt, hogy a mindenhatónak tervei vannak vele, és el tudom képzelni, hogy nem holnap utánig, hanem még talán
néhány évet kaphatok tőle, és megérhetem azt esetleg, hogy egy második kiadásban még hozzá tudjak tenni ehhez az elmúlt 85 évhez. Egy biztos, hogy sok olyan történet van benne, ami nem csak érdekes és izgalmas, hanem, hogy az előbb mondtam, tehát tanulság, de a kérdésedre is válaszolva, én az első pillanattól kezdve arra gondoltam, hogy miután ez egy önéletrajzi könyv, őszintének kell lenni. És ezeket a sorokat, amit lejegyeztem, ez teljesen őszintén a valóságnak megfelelően lett leírva. Olyannyira, hogy az életemnek voltak azok az időszakai, ami hát az igékkel nem teljesen egyeznek, vagy egyáltalán nem teljeznek, tehát voltak olyan kapcsolatok, parázna kapcsolatok, és egyéb bűnös időszakok az életemben, amit el lehet hallgatni, de akkor az már nem én vagyok. Ezért aztán most a harmadik házasságomban élek 17 éve, nagy boldogságban, mint szintén a könyvből kiderül, de nem hallgattam el az előző két házasságomat, nem hallgattam el az ott elkövetett hibákat, bűnöket, és azt gondolom, hogy így kerek egész az én életemnek a története. Gondolod, hogy az, hogy ezekről ilyen őszintén tudsz beszélni, mert ehhez nyilvánvalóan először önmagaddal kell őszintének lenni, szerepet játszik az, hogy változott azért a hited azzal, hogy megtértél és a gyülekezetbe is kerültél, és ezért el tudod ezeket helyezni? Természetesen. Másként gondolkodik egy ember, akinek nincs semmi biblia ismerete. Én úgy gondolom, hogy talán már a csecsemőkorszakból kijöttem, talán a kisovodásból tartok a nagyovodás fele, mert még nagyon sok ismeret hiánnyal rendelkezem, és sokat jelent számomra az, hogy valamennyi biblia ismerettel rendelkezem, tehát tudok bizonyos dolgokat tisztába tenni, őszintének lenni. Csak mit tudom én, egy apróságot mondok. Hát én emlékszem, az életemben voltak olyan időszakok, amikor gombot fogtam, macskát néztem, tehát babonás voltam, meg ezt vettem föl a mérkőzéshez, és azt. És most ugye kinevettem ezt az időszakomat, hogy nevetséges, hogy én valamikor babonás tudtam lenni. De ugyanúgy tudok visszatekinteni az életemnek azokra a sötét időszakaira, ami nagyon ige ellenes, de ehhez az kellett, hogy valamennyi ige ismerettel rendelkezzem. De hát pestiesen szólva, most én nem köpöm le magam azokért a dolgokért, meg nem átkozom el azokat az időszakot, mert az az életemnek egy része volt. Tehát ez pontosan arra is jó, hogy láthatóvá is, olvashatóvá válik az, hogy honnan, hová lehet eljutni, és hogyha belegondolok abba, hogy 2002-ben 64 évesen tértem meg, 64 évesen sétáltam ki a színpad elé, mondtam el a megtérő imát, és büszkén mondhatom, hogy utána Sándor magához hívott, és külön kézrátétellel megáldott. Én azt gondolom, hogy ettől erősebbé tudtam válni, vagy több tudtam lenni, talán tisztább látáshoz tudtam jutni. Hát igen, a megtérés ugye az egy személynek a befogadása a szívünkbe. Valóban. És ez akkor egy változást is jelent, akár az identitásodban is mások szerint. Így, ahogy te elmondod, nekem inkább beleillik az identitásodba, de gondolom, hogy mások ezt nem feltétlenül így látják. Ezzel szoktál szembesülni ilyen kérdésekkel, vagy akár támadással, hogy kerül Jézus Krisztus az életedbe? Hát nekem inkább olyan problémákkal kellett megküzdenem, anyám, apám részéről zsidó vagyok, ároni leszármazottsággal rendelkeznem, ami nem kevés és nem kis dolog. De inkább olyan támadások szoktak érni, hogy elhagytam a zsidó vallásomat. Tehát, hogy,
hogy megtagadtam a zsidóságomat. És akkor mindig nagyon büszkén mondom, hogy én nem tagadtam meg. Jom Kipurkor el szoktam menni a dohánytemplomba. Abszolút meggyőződésem mondom azt, hogy zsidó érzelmű embernek tartom magam, és inkább úgy definiálom magam, mint Tamás fiam, hogy messiás hívő zsidóként élem az életemet. Tehát a zsidóság az teljesen itt van a szívemben, és próbálom találni azt a keskeny utat, ami a zsidóság és a evangélium, egy pünkösdi kereszténységgel együtt, és hát ez egy nagyon szerencsés egybeesés, nem felejtem el, Szekeres György egyszer meghívott Tatabányára egy istentiszteletre, ahol pontosan a zsidóság mellett történő kiállásról volt szó. Tehát aki egy kicsit jobban ismeri az evangéliumi gyülekezetet, vagy a mi gyülekezetünket, a hídgyülekezetét, az pontosan tudja, hogy a híd gyülekezete nagyságrendben többet tesz, nem ritkán Izraelért, mint a magyar zsidóság, vagy egyáltalán a világ zsidósága. Arról nem beszél, vagy tudjuk azt, hogy Amerikában a demokraták között is rengeteg zsidó ember van, aki antiszemita szinte. Na most én nem antiszemita vagyok, hanem szemita és új messiási jövő, új zsidónak tartom magam. Most akkor, hogy látjuk, hogy ez mennyire egy őszinte motivációból fakadt ez a könyv, esetleg azokba a történetekbe, amelyek a személyes kedvenceid, azokról szívesen spoilereznénk egy kicsit. Köszönöm. Melyiket emelnéd ki? Mert ugye felöleli egészen a születésedtől. Hát talán ez egy, köszönöm megint a kérdés, és köszönöm, hogy erre a tárgyra rátérhettünk, mert valójában a beszélgetésnek az elkövetkező szakaszai fognak legközelebb állni hozzám, pontosan azért, mert abból a helyzetből, amiben én voltam, abban a retardált, megszégyenített helyzetben, a kis vékony, versenyeken utolsó helyezettként végző kisgyerekből tudtam eredményeket produkálni, és ezt a sportnak köszönhetem, és ezért kicsit magasztalom, vagy méltatom azt a dolgot, hogy én ilyen közel került hozzám ez a sport, és lehet, hogy többen megvádolnak, hogy ilyen sportbetegség érint engem, de azért kell ezt elhárítanom, mert minden, szinte minden, a mindenhatunk után az tör, hogy a sportnak köszönhetek. Tehát megáldott engem az akaraterővel, megáldott a kitartással, és én ezt magamévá tettem, és egészen közel engedtem magamhoz ezt a dolgot, a sport. Hát kronológiailag a síversenyzés következett, talán az az egyik terület, amiben legismertebbé tudtam lenni a kis hazánkban. Sífutó és síugróként az északi összetett szakákban ötször voltam egyéni magyar bajnok, ifjúsági versenyzőként további két egyéni magyar bajnoki címem van, tehát összesen 7 magyar bajnoki cím, és nem sokan mondhatják ezt el. Az északi összetett síszámról azt kell tudni, hogy az első olimpiától része volt az északi összetett, tehát nem a 60-as, 70-es években ölelték föl, mint mási szakágat, hanem a kezdetektől. Ez originált szám volt, és azt kell tudni az északi összetetről, hogy a síverseny, a síversenyszámok között mondhatom, hogy a legnehezebb, mert sífutás és a síugrás ellentétes képességeket igényel. Az egyik állóképességet, a másik robbanékonyságot. Tehát erre a versenyszámról felkészülés különös nehézségekkel jár. De és akkor ez volt az első sport, amit elsőjtettem. Tulajdonképpen a kezdetekben
rögtön úgy alakult az életem, hogy a sí számok között, az alpesi sízés mellett, de a sífutás és a síugrás volt az, amin a legtöbb edzésszám volt, és amire készültem azért, mert soha nem tartottam magam klasszis versenyzőnek, tehát én nem vagyok egy speciális számba, mit tudom, egy 100 sprintbe, vagy klasszikus számokban nem gondoltam volna, hogy én ott jó eredményt tudok elérni, de egy kicsit ebben is, meg abban is tudtam jó eredményt elérni, és ennek köszönhettem azt, hogy az északi összetetben tudtam jó eredményeket elérni. Később más sportágokban is ez az összetett képesség, ez sokat kamatozott. Lehet, hogy hozzájárult az, hogy ugye ez a természetben, egy csodálatos környezetben is tud zajlani a síelés, hogy ezeket a traumákat, hogy kiközösített voltál, hogy 5-6 évesen gettóba kényszerítettek meg, hát úgymond lelepleztek, ugye még a menedékért. Tehát, hogy az ember ezeket hallja és felsorolja, akkor úgy érzi, hogy lelkileg ez nyugodtan megtörhetett volna, de ehelyett inkább az akaraterődet edzette, és ilyen módon hát a sport meg tovább erősített. Hát egyszerűen arról van szó, hát az ember kap egy pofont, akkor utána megpróbálja ezt visszahozni. Igen, tehát én nyilvánvalóan sok olyan történet lehet az életbe, hogy valaki ebből megtörik, és úgy érzi, hogy akkor én ilyen mamlasz vagyok, és abba marad. Engem úgy érzem, mint a beszélgetés elején is mondtam, hogy engem erősített ez az egész dolog. Tehát én meg akartam mutatni. A mai napig is szinte betegesen a szerzőtársam, Tamás Rita, az 12-szer 2 órás beszélgetést folytatott velem, és a könyvnek a gerincét ő alkotta, Tamás Rita, egy kiváló író, és ez a 24 óra, amit beszélgettünk, valamint amit átküldtem neki különböző interjúkat, videókat, ebből azt állapította meg, miután látta, hogy a mai napig is én nem szabadidősportot csinálok, mint sokan, vagy mondhatni azt, hogy az idősebb embereknek a 99%-a az elmegy, mozog, nem ül otthon a tévé előtt, hanem egy kicsit ez sétál, gyalogol, vagy gyorsan gyalogol, kicsit elmegy teniszezni, kicsit ezt csinálja, kicsit pancsikol a vízbe. Én bennem a versenyszellem megmaradt, és szinte betegesen mondhatom azt, hogy kontroll alatt tartom magam, és ha elmegyek futni, akkor a stopper ellen mindig versenyzek önmagammal. És a Tamás Rita volt, aki megfejtette ezt, hogy tulajdonképpen azért csinálom ilyen keservessé az életemet, mert ez valójában meglehetősen keserves, mert ha az ember teljesítményszentrikusan sportol, akár ebben az előre haladott korban is, az fáj. Tehát a fájdalom tűrés határát át kell lépni, amikor az ember meg akar felelni annak az időeredménynek, amit kitűzött maga elé. És ő volt, aki ezt megfejtette, hogy valószínű, ez azért van, mert még mindig ott van bennem a bizonyítási vágy. És hát ez például hozzátartozik az, hogy én edzésnaplót írok. Kaptam a lányomtól, talán a 80. születésnapomra, egy A4-es formátumú Mont Blanc füzetet Mont Blanc tollal, A4-es formátumú, közel 400 lapból álló, és minden egyes sorban megtalálható az aznapi edzés eredménye részidőkkel, és erre vissza lehet tekinteni, és hát kicsit szomorúan veszem észre, hogy mindig egy picit hosszabb ideig tart. Viszont akármilyen sporttémában hívunk téged itt a Hit Rádióba is, még nem volt olyan sport, nem emlékszem legalábbis ilyenre, amiben ne lettél volna szakértő. Emlékszem az atlétika VB-n is szinte az összes számot, az összes versenyzőt kívülről fújtad, és azt is, hogy milyen esélyeik vannak. Akkor van neked egyáltalán kedvenc sportod, vagy melyiket emelnéd ki a sok közül? Hát köszönöm újra ezt a kérdést.
Hát az atlétika kifejezetten közel áll hozzám. Valamikor nagyon fiatal korban, akkor még voltak ilyen csapatbajnokságok, és volt egy Goldberger elnevezésű, a Keltex Goldberger vállalatnak, ahol egyébként gyerekkorban a síversenyzést is kezdtem. Volt ilyen csébé, és a csébén az volt a lényeg, hogy minél több számba, több pontot gyűjtsön az ember. És akkor atlétikában, hát csak mondok egy példát, indultam 10 000-en volt súlylökésben, tehát minél több számba, gerelyhajtás, diszkoszvetés, akkor magasugrás, távolugrás, tehát mindegyiket csináltam, és érthető módon, amikor annak idején nagyon népszerű volt a magyar atlétika, és sok nagy ismert és híres atléta nemzetnek is mondhatták Magyarországot. Most hagyd ne soroljam föl, de az Iharos Sándortól kezdve a Kovács Józsiig és a Zsivocki Gyuláig, Gyarmati Olga, ezek világcsúcstartók vagy éppen olimpiai bajnokok voltak, és ezeknek a nemzetközi versenyre kijártam. És úgyis, mint sportújságíró? Nem, akkor, mint szurkoló elsősorban. A kezdeteknél, mint versenyző, ilyen alacsony szinten, ilyen csapatbajnoki szinten. Később egyszerűen csak nézőként voltam jelen, szurkolóként voltam jelen. Majd az utóbbi időben, mint sportújságíró, igyekeztem. Hát ez egy külön történet, hogy hogy sikerült a Magyarország a Budapesten megrendezésre kerülő világbajnokságon sportújságíróként ott lenni. Hát tudni kell, hogy hihetetlenül szűk létszám kapott lehetőséget arra, hogy akkreditációhoz jusson. Annak ellenére, hogy Magyarországon van, ugyanis nem a Magyar Atlétikai Szövetség adta ki az akkreditációt, hanem a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, és ilyen vonatkozásban nem volt ráhatása a Magyar Szövetségnek. És abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mint síoktató nagyon-nagyon sok embert tettem síre, több mint 7500 embert, és ezek között volt miniszterelnök, volt miniszter, volt fodrász, volt szabó, de köztük volt például a nagyon-nagyon híres Gyulai István gyermeke is, Gyulai Miklós, aki... Nem az ő felesége volt, a Kazi Olga? Igen. Igen, jól gondolom. Ő volt a... Igen, én edzőm az atlétikában. Gyulai Mikit én tettem síre valamikor 8-9 éves korában. És most, amikor sor került arra, hogy akkreditációhoz jussak, akkor meglehetősen a hivatalos úton kaptam az elutasítást, és hát aztán nagy nehezen kaptam egy olyat a Gyulai Marcitól, aki a Nemzetközi Szövetség tagja, de a Miklós mondta, hogy ne haragudjak, Pista bácsi, de hát nem hozzám tartozik, nem tudok segíteni. És a Gyulai Marci, aki a Nemzetközi Szövetségnek, de ő egy kicsit ilyen nehézkesebb ember, bár őt is tanítottam sízni, visszaírt, hogy hát nem nagyon tud segíteni, egy-egy napra talán tudok adni akkreditációt. És akkor visszaírtam nekik, tudjátok mit? Ha apátok élne, akkor nem kéne kuncsorognom. 48 órával később kaptam egy levelet, hogy mind a 9 napra vagyok akkreditálva. És ez kevés ilyen magyar sportújságírónak sikerült. És nem is csak ez az egyet, nem csak a sport terén voltál polihisztor, hanem mint a foglalkozások terén is, hiszen hát ugye ezt egy idősebb korodban kaptad meg, ezt a hivatást. Igen. És előtte is volt munkád. Hát azt is azért el kell mondanom, hogy ami szintén nem mindennapi, hogy én 2006-ban kezdtem el újságot írni sportújságíróként. És ne felejtsük, hogy 38-ban születtél. És 38-ban születtem, hát ez akárhogy is veszük, 68 éves voltam. Akkor először lehettem kint, Ausztráliában, az Ausztrál Openen. Különböző bonyolult kapcsolatokon keresztül az egyik sportolvos barátom, aki Tálai András névre hallgat, és a Magyar Olimpiai Bizottság, Sportorvosi Bizottságának a vezető orvosa, az ő nagynényénél lakhatta Melbourne-be. És amikor megérkeztem a pályaudvarra, se szállásom nem volt, se akkreditációm nem volt.
és 3-4 órával később kint voltam a stadionban. Elszántságod nem hagyott cserbe. Elszántság, az, hogy nem beletörődni dolgokba, az végigkísérte az életemet. És volt szállásom, és volt akkreditációm. Ott kezdtem el a sportújságírást 68 éves koromban. Most elmondhatom azt, hogy a hetek számára 220 megjelent írásom van, és még néhány, ami nem jelent meg, de büszkén mondhatom, hogy nem szerződő, tehát külsős újságíróként ez a 220 szám, ez nem kevés, és valóban sok sportággal kapcsolatban sikerült írnom, és nagyon jó érzés volt az évek során, sokan odajöttek hozzám, pásztorok, lelkészek, egyszerűen csak testvérek, hogy hát annyira várom mindig, hogy olvashassam az írásodat, mert az a stílus, ahogy te írsz, az nekünk nagyon tetszik. És tulajdonképpen nincsenek nagy nyitja, tehát az ember sportterben, sportolóként gondolkodik, akkor rögtön egészen máshogy fognak a tollak és a billentyűzet. És hát nyilván a lelkesedés és a fogalmazási készség. Ez is egy jó kérdés, mindjárt mondom, miért. Hát hajszál hiány, nem tudom, én rossz tanuló voltam. Ez is található a könyvben. 8. különböző okok miatt a Városvajor utcai iskolából eltanácsoltak, és egy olyan iskolába kerültem, ahol nagyon szigorú volt, 1-2, 12. kerületben a legszigorúbb iskola volt, úgyhogy fél évben 6 tárgyból buktam meg. 3-4 évben 3. De ebbe volt egy dac, vagy miért? Mert a képességei nyilván nem hiányoztak. Nem tanultam. Nem is figyeltél? Retardált állapotban voltam még mindig. Édesanyám dolgozott, apa nélkül nőttem föl, a bátyám katona volt, tehát mindenféle nehézség, ami létezett, az annak érintettje voltam, és nem állt hozzám közel akkor a tanulás. És hát ha nincs ismeretanyagod, akkor érthető módon elégtelenre vizsgálok. És a 8. fél évkor határból buktam, 3-4 évre összeszedte magam már csak 3-ból, és az év végén csak magyar történelemből. De a humán tárgyak mindig egy kicsit távolabb voltak tőlem, és a reál tárgyak azok. És amikor ez a nagy keservesen elvégeztem a 8 általános, akkor nem éreztem azt, hogy nekem tovább kéne tanulni, és szakmát tanultam, lakatos lettem, ami abban az 50-es években bizony 3 szakmát választhattál, villanyszerelő, esztergályos vagy lakatos. Hát, mint a bicikli szerel, az ment nekem, hát ezt választottam. De most csak eszembe jutott, hogy a fiat száma, a Rosenberg Dani, az pontosan egy másfajta hátteret ír le, hogy az a zsidó fiú, aki nagyon jó tanulásból, de ugye tornából felmentett, te pont az ellentétje voltál. Talán igen, igen. Nyilván ez is az elhivatottság, vagy elhívásból dotálódik, adódik. Tehát elindultál akkor bicikli szerelőként, de végül műszaki végzettséget, sőt a testnevelési főiskolán diplomát is szereztél, és így diplomás síoktatóként tudtál dolgozni. És végül is műszaki érdeklődéseddel hát egyetemi valójában elvégeztem ezt a ipari tanuló, ipari tanhallgató, hát ez borzasztó időszak volt. Hát a Margit körúton volt a ipari tanulóiskola, a műhely ott volt, ahol a Ságvári Endréket kivégezték, tehát a Kovács műhely egy az egybe a kivégzőhely helyén volt. Reggelenként megjelentünk fekete egyenruhába, kiszindulót kellett énekelni. Nem felejtem el, az 50-es évek elején, mikor Sztálin meghalt, akkor ottan többen sírógörcsökbe fetrengtünk, mert ez volt a képzés. És most elég furcsán hangzik ez a dolog, hogy én megsírattam a Sztálint. Nyilván addig sírattam meg, amíg nem szereztem meg azt az ismeretanyagot, hogy valójában mit tett ő. Ugye hát ez ugyanolyan egy kicsit, mint Kádár János. Hát istenítették, hogy mi vagyunk a béketáborban a legkedveltebbek, ugye?
és később kiderült, hogy Kádár János kezéhez mérhetetlen mennyiségű vér tapad. De hát ez időnek kellett elleni, hogy ezt az ember tudja. És ezen is túllendültél, tehát ez is egy olyan, ami átmoshatta volna az ember lelkét, igen, akár az agyát is, és ehhez képest ezen is túljutottál. Hát itt akkor már egyre többet sportoltam, egyre több volt versenyidőszakon túl, voltak apró sikereim, amik tovább inspiráltak. Tehát ahogy a sízésben megjelentek a jó eredmények, akkor onnantól kezdve megjelent az önbecsülés is. Akkor ennek nagyon messzire mutató következménye van. Még talán azt kérdezném így a sporttal kapcsolatban, pont szembesítve talán a mostani trenddel, hogy mindenki ki akar választani magának egy nagyon leszűkített dolgot, egy nagyon kis szeletét például a sportnak, és abban csúcsra járatni és sikeresnek lenni, miközben az összes többiről talán nem is tud, vagy ki se próbálja. Tehát, hogy ezt mennyire látod így helyesnek? Hát nehéz a megközelítése. Én azért neveztek sportpolihisztornak, mert sok területen tevékenykedtem. Hát itt meg kell említenem például az egyik találmányomat, amit úgy hívnak, hogy kvatratlon, ugye? A duatlon az úszás és futás. A triatlon ez kiegészítve kerékpárral. És akkor én kitaláltam egy sportágat, aminek az lett a neve, hogy kvatratlon, azaz négy tusa. Ez egy általam kitalált sportág, és ennek pont az volt a lényege, hogy egy kicsit testre szabott volt saját magamra, tehát miután nem voltam klasszis, és nem voltam kiugró jó tehetség, ezért kerestem azt az utat, hogy összetett sportként hogy tudnék mégis valami különlegeseket alkotni. És akkor kitaláltam ezt a sportágot, hogy kvatratlon, ez négy, az ember teljesítő képességére alapozó négy szakág, sportág, versenyszám, 3000 méter futás, egy evezős ergométer egy percig való húzása, ami az erőt fitoktatja. Utána jött a tenisz, mint ügyességi sportág, és a végén az úszás, ami a gyorsaságot, hogy 100 méteren belül ki milyen gyorsan tud teljesíteni. Na most először ezt megrendeztem a barátaimnak, és azt is kitaláltam, hogy esélyem legyen idősebbként, mert ezt a 90-es években alkottam, már 52 éves voltam, mégis legyen esélyem jól szerepelni. Hozzáalkottam egy úgynevezett korhandicapet, egy ilyen bónuszrendszert, hogy az idősebbek bónuszpontokhoz jutnak, tehát korpontokhoz jutnak, és erre készítettem egy táblázatot, és ez tökéletesen bevált, több 20 éven keresztül került megrendezésre ez a verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy először csak a barátaim vettek részt, majd az volt a vágyam, hogy minél több élsportolót tudjak megnyerni arra, hogy ezen részt vegyen. És a 20 év során, hát 20-szor lett megrendezve, vagy 21-szer, de lényegében több mint 100 rendkívüli személyiséget sikerült meg. 25 olimpiai bajnok, 28 világbajnok, és akkor olimpiai érmesek, 5 Davis kupa játékos, a legismertebb teniszezők mind résztvevői voltak ennek a tornának, és az utolsó 6-8 évben 4 televízió volt kint ezeken a versenyeken, és körülbelül 3 vagy 4 rádió és nyomtatott sajtó. Tehát ez olyan népszerű volt. Uh-huh. Először csak Hargitai András, aki például a Budakeszin most neveztek el róla úszodát, és néhány versenyző volt, de volt olyan év, amikor 10 vagy 12 olimpiai bajnok, egyéni olimpiai bajnok vett részt a versenyen.
És akkor csinálták az interjúkat. Hát igen, Pajor Pista, amit ez megrendez, ez egy jó játék, jól érezzük magunkat, igen, csak amikor ezek rajtszámot kaptak a mellükre, akkor már nem játék volt, hanem mindenki nagyon-nagyon komolyan vette, és hihetetlen éles küzdelmek alakultak ki. És a legjobb olimpiai bajnak sikerült támogatókat szereznem, a legjobb, legjobban végző olimpiai bajnok 25 ezer forintot kapott annak idején, azért elég jelentős suma volt. Tehát akkor lehet mindig újat hozni a sportban is. Hogyha összekéne foglalnod, hogy kinek és miért ajánlod a könyvedet, akkor mit mondanál nekik? Hát azért mindenek előtt még a második legfontosabb sportról, amit csináltam, amilyen sikerült eredményeket elérni, arról nem beszélve, ha valaki rátekint a borítóra, akkor, igen, itt erre rá lehet akkor láthat engem egy éremmel, amit egyébként egy gokkártos versenyen szereztem. A trikó az jeruzsálemi, mert indultam háromszor a jeruzsálemi maraton 10 kilométeres betétszámában. A hegy pedig a Mont Blanc? Az nem a Mont Blanc, mert azon nem jártam, illetve hátam mögött van a csólyó, az a csólyó, annak a tetején volt szerencsém állni, és 52 évesen oxigénpalac nélkül, ez egy 8200 méteres hegy, és elmondhatom, hogy ahogy mondják, hogy a legidősebb 8000-es vagyok Magyarországon, és a csólyó 8200-as megmászása 52 évesen a mai napi korrekordnak számít. Ezt mindenképpen kár lett volna kihagyni, bár aki elolvassa, nyilván el is olvashat. Még azt azért elmondom, hogy 46 évesen kezdtem el hegyet mászni. Följutottam 8-5000-esre, 4-6000-esre, 1-7000-esre és 1-8000-esre, és 4 földrésznek voltam a legmagasabb pontján. Ehhez gratulálunk innen is, és köszönöm nyilván szépen. Ezek benne vannak a könyvben, tehát ezekről lehet tájékozódni, hogy milyen sportokkal foglalkoztál, és az életednek milyen tanulságai vannak, hiszen őszinte történetekből az életednek az egyéb aspektusaira is kitérve írtál. Tehát visszatérve, kinek és miért ajánlanád a könyvet, és hogyan ajánlanád? Hát mindenek előtt meleg szívvel és őszinteségből én azt gondolom, hogy bárki, aki képes arra, hogy olvasni tudjon, annak ajánlom, hogy vegye a kezébe a könyvet, mert sok olyan részlete és olyan érdekessége található meg benne, ami nem kizárólag csak a sporttal kapcsolatos, hanem az élet vezetéssel kapcsolatos. Szoktam mondani azt, hogy nem szabad behúzott kézifékkel élni. Ez azt jelenti, hogy amíg lehet, az ember minél több dolgot tartson meg minden nap. Ne engedjen el semmit, ha lehet. Ezért aztán a fiataloknak azért ajánlanám, mert láthatja, hogy mi az az életvezetés. Amikor iskolába előadásra kértek fel, akkor megkérdezték a középiskolás, Száva utcai iskolába például, hogy nekem véleményem szerint mi a legfontosabb az életben. És akkor nagyon röviden azt szoktam mondani, hogy az első egy jó kapcsolat a mindenhatóval, a második egy nagyon erős kapcsolat a sporttal, legyen egy sportos háttér, legyen egy jó társad az életbe, és a táplálkozás. Ugyanis vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát nézd meg, mennyi futok, és mégis mekkora a hasam. Hát ez azért van, mert nem kellően és nem megfelelően táplálkozik. Tehát a túlsúly, ha szabad ezt itt most elmondanom, az döntően 75-80%-ban a táplálkozástól függ. Tehát akkor te megmaradsz emellett, hogy életmód tanácsot adsz, de én innen mégis azt látom, hogy egy olyan lelki állapotra kell eljutni, ahol megbánás nélkül tudod a tanulságokat levonni az életedből. Nem azért, mert nincs mit megbánni, hanem azért, mert a megbánás megtörtént, és ezért nyugodt szívvel tudod ezeket beintegrálni az életedbe.
szeretettel ajánlom mindenkinek, aki tud olvasni. Nagyon köszönjük, és remélem, hogy az olvasók ezt megszívlelik. Nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és hát nyilván, aki ennél még sokkal többet szeretne tudni, annak pedig ajánljuk a Pajor Pista című könyvet. Nagyon köszönöm Pajor Istvánnak a beszélgetést. Köszönöm, hogy elmondhattam.